Nagy a sürgősforgás a szekszárdi németek házában. A Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében tanulják a résztvevők a komatál készítést hagyományát. Nemzeti Művelődési Intézetnek egyik fő feladata az értékek megőrzése és átörökítése, és ennek kapcsán gondoltunk arra, hogy a Tolna megyében elég sok német nemzetiségi település van, ezért megpróbálnánk megcélozni a német nemzetiséget, és a komatál az egyik projektje most a Nemzeti Művelődési Intézetnek, és ezen a komatálakon keresztül a német nemzetiségi hagyományokat szeretnénk átadni az utókornak és átörökíteni ennek a komatálban lévő ételeknek a főzési technikáit. A komatál készítése a közösségi összetartozás egyik jele. A szoptatós anyáktól való gondoskodással biztosították, hogy a kismama minél hamarabb megerősödjön. A gondoskodásra a szülést követő héten került sor. Általában húsleves, ugye, mert azt mondták, hogy a húsleves az nagyon jó, meg hát a szoptatáshoz is nagyon jó. És hát gondolom húsok. Kakaszon még van ilyen szokás, hogy nagyon közelek visznek. Hogy most komatálnak nevezzük, vagy éppen csak valami ételnek, nálunk is húslevest visznek. Általában tyúkból főzik, ahhoz valami kis szószt, vagy a főtt húshoz, és akkor valami süteményfélét. Most per pillanat 11 település résztvevői, akik szeretnék átörökíteni ezeket a hagyományokat, vannak itt velünk, és tanulják meg a technikákat. A Nemzeti Művelődési Intézet segítségével folyamatosan nő Tolna megyében a helyi értékeket és szokásokat lastomba vevő értéktárbizottságok száma. A Tolna megyei önkormányzat megyei értéktárbizottságához folyamatosan érkeznek a felterjesztések a Tolnai Kum címre. Egyre inkább ez a tapasztalat, hogy az értéktárbizottságok, illetve a települések már megértik, hogy miért is olyan fontos az értéktár mozgalomnak a működtetése és az ahhoz való csatlakozás. És már elmondhatjuk egy sikertörténetként gyakorlatilag, hogy az értéktár mozgalom 2013-as elindulása óta, most már a Tolna megyei 109 településnek mindegy a kétharmada csatlakozott az értéktár mozgalomhoz. Ennek mi nagyon örülünk, de még várjuk az eddig nem csatlakozott települések csatlakozását is, hiszen rendkívül sok előnnyel jár ennek a munkának a végzése. A települési identitás rendkívüli mértékben erősíti, ezen keresztül pedig természetesen a megyei identitást is, ami a megyei önkormányzat számára kiemelt terület. Nagyon-nagyon az utolsó időben vagyunk, mert azoknak a száma, akik még tudják az értékeinket, egyre kevesebb lesz sajnos, és egyre kevesebben vannak velünk, és ez nagyon fontos, hogy átörökítsük ezeket, és továbbadjuk a fiataloknak. A komatál készítésének hagyománya mellett további szakmák fogásait is tovább kívánják örökíteni azok, akiknek fontos az értékmegőrzés. Ebben partnerség alakult ki a nemzetiségi egyesületek, a szakmai szervezetek és az értéktárak működtetői között.